A legkisebbek számháborút vívtak, míg a nagyobbak napoztak és fürödtek az agárdi szabadstrandon. A parton csütörtökön délelőtt többnyire kiránduló osztályok voltak, de a vendéglátósok abban bíznak, a hétvégén már itt lesznek a strandolók is. Szervusz, szia, 1000 éve. Köszönöm, segítség. Ebben a tóparti büfében az egyik törzs vendéget szolgálja ki a tulajdonos, akinek ez a 18. szezonja itt. Ez a vendéglátóhely már márciusban kinyitott, de mint Hók Zsolt mondja, kénytelen volt árat emelni. Volt olyan termék, amely 40%-kal drágult, de olyan is, amely csak 10%-kal. Az árak azok havonta emelkednek, vagy hetente olyan is van. Kitaláltunk egy árat a legelején, sajnos nekem nem olyan az ártáblám, hogy cserélgetem benne a papírokat egyik napról a másikra, úgyhogy én már ebből az árral fogok dolgozni egész évben, maximum az áremelést azt benyeljük. Ebben a fagyizóban a nyitás után még tavalyi árakon lehetett vásárolni, elsőjétől azonban itt is többe kerül minden. A tulajdonos azt mondja, 30-50 forinttal drágult a kávé, a jégkása és a fagyi. A gyerekek azok ugye így június elsőjétől ugye már jönnek lefele, úgyhogy csapatunk van, van ilyen kis csoportunk. Tegnap is jó volt, azért jönnek a gyerekek. Hát majd meglátjuk. A Velencei tó vízszintje csütörtökön reggel agárnál 92 cm volt és 21,5 fokos. A tó hőmérséklete nagy valószínűséggel a hétvégére tovább emelkedik.